A mindenki számára Csapó néven ismert iskola pályaorientációs napot tartott, melynek keretein belül megismerkedhettek a pályaválasztás előtt álló tanulók különféle szakmákkal Szekszárdon. Tolna vármegyében a méretéhez képest nagyon-nagyon sok a mezőgazdasági vállalkozás, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakulása óta prioritásként kezeli a szakember utánpótlást. Ez annál inkább is fontos, mert a mezőgazdasági vállalkozásaink tapasztalataink szerint közel 50%-a, vagy lehet, hogy már több is, mint 50%-a munkaerőhiánnyal küzd. A szakember utánpótlás nagyon fontos, egyaránt a mezőgazdaság, élelmiszeripari szakmák terén. Amíg régen egy vidéki fiatalnak szinte evidens volt, hogy mezőgazdasági végzettséget szerez, ma már ez nem így van, de nekünk szerencsénk van, mert nagyon-nagyon jó a kapcsolat a szakképzőintézményeinkkel, hogy Tolna vármegyében 2 szakképzőintézmény van, ahol mezőgazdasági és élelmiszeripari végzettség szerezhető itt Szekszárdon, a Csapóban és Lengyelben, az Apunyiban. A szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági iskola, mely 95 éve létezik, nagy hagyományokkal bír. Fülöp Mónika, az iskola igazgatója, ismertette az intézmény által kínált szakmákat. Mezőgazdaság és erdészetben a mezőgazdasági technikust, szakképzőiskolai megfelelője ennek a gazda, az élelmiszeriparban a hentes és húskészítmény készítő, mint szakképzőiskolai szakma, és technikusként a húsipari technikus szakmát kínáljuk a most pályaválasztás előtt álló diákoknak. Azoknak is kínál lehetőséget az iskola, akik szeretnének a konyhában mozogni és hasonló szakmában dolgoznának a jövőben, illetve azoknak is, akiket érdekel a rendőrök világa. Az élelmiszeripar ágazatban az a sütő- és cukrászipari technikus, illetve a pékcukrász szakma. És a rendészet és közszolgálat ágazatban pedig a közszolgálati technikus szakmát kínáljuk. Az intézmény december 4-én és 14-én tartja nyílt napjait.